A nádorvárosiak biztosan jól ismerik ezt a helyet itt a Bemtér egyik sarkán, csak az lehet szokatlan, hogy a korábban itt álló szobor már nincs a helyén, azt ugyanis hétfőn elszállították restaurálásra. Ezzel pedig elindult az a nagyszabású projekt, melynek keretében nem csak a szökőkút, de annak környezete is teljesen megújul. Győrszó ZRT koordinálásában teljesen megújul a Bemtér sarkánál található szökőkút. Ennek a munkának első részeként, hétfői napon elszállították a szökőkút talapzatáról az 1965-ben odaállított Kis Sándor szobrászművész által alkotott Fiú tállal című szobrot. Műhelybe került, ahol szobrászművész bevonásával fogják restaurálni, teljes mértékben rendbe teszik a szobrot, egy nagyon szép új patinát kap a takarítás után, és minden olyan munkát elvégeznek rajta, ami garantálja a szobornak az időtállóságát. A medence is megújult teljes mértékben, ezt értjük a medence térre is, vízszigetelési munkák, csempézési munkák lesznek, és ami még nagyon fontos, ugye vízforgató berendezés teljesen új lesz, itt pedig megjelenik az energiahatékonyság, az energiatakarékosság is a későbbi üzemeltetési időre vonatkozva. Évekkel ezelőtt Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezte azt a programot, melynek célja felújítani és modernizálni a győri köztéri szökőkutakat. Az évek során több helyen tették rendbe a működésképtelen vagy leromlott állapotú vizes alkotásokat, a mostani Bemtéri pedig ennek a folyamatnak a legújabb állomása. Jó pár évvel ezelőtt elkezdtünk egy ilyen programot, nagyon sok nem működött, ezt láttuk, tudtuk, de azért jelentős összegekbe kerül ezeknek a felújítása. Művész értéket is képviselnek, nem olyan egyszerűen megy, olykor a művészt is meg kell keresni, hogy olyan alkotásról van szó, és hogy a költségvetésben megfelelő forrást találni erre. Nem sok maradt most már el, folyamatosan egyeztettünk polgármester úrral, és dr. Dézsi Csaba András ezt meg is ígérte a választási kampányban, hogy a Bemtérre lévő tálas fiú szökőkutat meg fogjuk csinálni és fel fogjuk újítani. Azon kívül, hogy felújítjuk nem csak önmagában a szobor szökőkút, hanem a mellette lévő kis tér is felújításra kerül. Azt a határidőt adtuk, hogy tavaszra, május elejére el kell készülni ennek a fejlesztésnek, akkor fog a többi győri szökőkút is elindulni, folyamatosan üzemelni. Ami pár hátra marad, azt folyamatosan nézzük, hogy milyen költségvetésből tudjuk megoldani a felújítását, hiszen egy-kettő még maradt el, de azt gondolom, hogy Győrben nem panaszkodhatunk, és igazán büszkék lehetünk arra, hogy ennyi szökőkutat fel tudtunk újítani. Nagyon megkedvelték a győriek ezeket, mindegyik helyen lényegében egy kis kikapcsolódási pont is kialakult. A Fiú tállal című alkotás melletti terület is megújul legkésőbb májusra, sőt még az év első felében egy más helyeken már jól bevált automata illemhely is kerül a népszerű Bemtérre.